Ilyen repülőgéppel gyérítik a szúnyogokat városunkban. A teljes központi szúnyoggyérítési program országos tekintetben már csak nem 70%-ban megvalósult. Ennek eredményeként július 27, illetve augusztus 2 között mintegy 72 ezer hektárnyi területírtását végezték el, amely 270 település szúnyogmentesítését érintette. Augusztus 3 és 9 között légi és földi kémiai módszerrel egyaránt folytatják a gyérítési folyamatot Baranya, Csongrád, Bács-Kiskun, illetve Budapest mellett megyénkben is. Ebben az időszakban az érintett terület Székesfehérvár, a Velencei tó, illetve a Duna megyei szakasza. A légi módszer során általános rovarölőszereket permeteznek ki az ízeltlábúak miatt problémás területekre. Ennek a kivitelezése napszakhoz és időjárási tényezőköz kötött, amely nagy mértékben befolyásolja a kezelés eredményességét. Lakossági bejelentés alapján szakértők irányításával átvizsgálják a szúnyogok miatti problémás területeket. Amennyiben a bejelentést indokoltnak tekintették, megkezdik a gyérítéshez szükséges engedélyek beszerzését az Országos Tiszti Főorvosi Hivataltól, mivel a szúnyogírtáshoz használt vegyszerek veszélyt jelentenek a külterületeken élő méhcsaládokra is, ezért az illetékes önkormányzat mellett hivatalos úton kiértesítik a méhészeket is, hogy az írtás előtt meg tudják tenni a szükséges óvintézkedéseket. Ezt követően kezdődik meg a gyérítés. Az országos akción kívül a helyi önkormányzatoknak az erre vonatkozó jogszabályok betartásával lehetőségük van további önálló írtási folyamatot indítani.